Mit szeret egy gyermek? Játszani, enni, édesanyjához odabújni. És amikor egyre nagyobb lesz, és ezek a dolgok kezdenek megszűnni körülötte, akkor arra törekszik, hogy minél tovább kihúzza a gyermekkort, mert a valóság a szürke, hideg, szeretetlen, gonosz, hazug, és szomorúak az emberek a valóságban, ebben a világban. És ez a gyermek, ez nem érti, hogy miért van így. Ezért, amennyire csak lehetséges, megpróbálja a játékot valóságnak képzelni. Arra gondol, miért ne lehetnék az, akinek képzelem magam, hiszen minden a fejemben dől el. Én mondom meg, ki vagyok, és mi leszek. Nincsen olyan felsőbb hatalom, amely parancsolhat nekem. Kinek engedelmes szolgája az, aki szellemi gyermekségben szenved? Az álmoknak, a testvágyainak, az éhségnek. A fáradtságnak, hogy ezek szűnjenek meg, minden erejével és minden képességével azon van, hogy csökkentse a testének és lelkének a szenvedéseit. A testi szenvedéseit, testi szükségleteit a civilizált ember könnyen ki tudja elégíteni. A lelki szükségleteit szintén ki tudja elégíteni az ember akkor, hogyha szerető társakra és családra talál. Ezért élet célja az lesz, hogy megtalálja ezeket a szerető társakat, és a szerető családot kialakítsa. Kell ennél több? Nem kell. Civilizált világunkban láthatatlan erőktől, láthatatlan, számunkra ismeretlen hatalmaktól kapjuk a jólétünkhöz a lehetőségeket. Kapaszkodunk ezekbe a láthatatlan kezekbe, és soha, szinte soha nem kérdezzük meg, kibe kapaszkodunk valójában. Ha megkapjuk, amit akarunk, ha alhatunk, ha ehetünk, ha szerethetünk testileg, ha mesélnek nekünk, ha nem kell félnünk, az nekünk már elég nagyon sokszor. És sokan egész életükben nem teszik föl azt a kérdést, hogy kitől kapom én ezeket a dolgokat. Vagy pedig, hogyha kérdez valaki, és válaszokat keres, akkor megnyugtatóan azt a választ kapja, hogy mindezt a sok jót, a megtartást, a biztonságot, a szeretetet, az álmokat, az ajándékokat, az élvezeteket, a bőséget, a kényelmet, mindent Istentől kapunk. És aki ezt esetleg elveszi tőlünk, az az erő, az egyértelműen gonosz erőnek számít, hiszen gonosz az, aki nekünk rosszat akar. Ha valaki elveszi tőlem a kényelmemet, a biztonságomat, azt, aki én vagyok, vagy aki akarok lenni képzeletben, az álmaimat, ha elveszik tőlem, az csak gonoszság lehet. Logikus, nem? Ezért azt gondoljuk, hogy valami gonosz, sötét erő ellen kell küzdenünk életünkben, és ehhez Isten kezébe kapaszkodunk. Aki csupa jóság, szeretet, biztonság, jólét, bőség. És ekkor, ha megmaradunk ebben a hiedelemben, akkor eljutottunk arra a pontra, hogy esetleg Teremtő Atyánkat, a mindenható Istent képzeljük, vagy hisszük gonosznak, és az elménket és testünket elkápráztató, sátáni, gonosz, ellenséges erőket pedig Istennek hisszük, és neki szolgálunk. Kinek vagy engedelmes szolgája?
Ha körbenézünk ebben a mai civilizált világunkban, az átlag emberek körében, akik nem gazdagok, nem szegények, átlagosak, főleg a fiatalabbak körében, én legalábbis így látom, így tapasztalom, akkor azt látjuk, hogy mindannyian valamilyen okkultizmus féleségben éljük az életünket, úgyhogy nem tudjuk azt, hogy ez rossz, vagy hogy ez okkultizmus lenne. Azt látom, hogy az ezotériát, a spiritualitást, az okkultizmust már olyan szinten behozták az emberek közé, hogy már a köztudatban is az emberek egyre okkultabbak. Még az is ezoterikus gondolkodásúvá válik, aki soha nem keresett ilyen tanokat, és soha eszébe sem jutott, hogy ilyen tanfolyamokra beiratkozzon, vagy ezoterikus spirituális tanítóktól szellemi dolgokat tanuljon. Már az iskolában is meditálnak. Be fogják vezetni hamarosan. A magyar népmesék, vagy bármelyik népnek a meséi tele vannak okkultizmussal, és ezeket már egész kiskorban mesélik nekünk, és beprogramoznak vele bennünket. És ez alapján éljük az életünket. És egész életünkbe tulajdonképpen gyermekségben vagyunk tartva. Ezáltal a láthatatlan erő által, aki ezt a sok idézőjeles jót biztosítja számunkra, a civilizációt. Meg se fordul a fejünkbe, hogy ezt ott hagyjuk. És hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy fordulj el ettől a rendszertől, lépj ki belőle, hagyd ott a világot, akkor ezt gonosz erőnek, gonosz szándéknak tulajdonítjuk. Mert miért akarná Isten, hogy szenvedjek, hiszen Isten a szeretet Istene. Borzalmas, kifordított gondolkodás ez. Megfeledkezünk arról, hogy a Teremtő Isten bár a saját képére formált bennünket, de már régen nem mondhatjuk el azt, hogy Isten olyan, mint mi emberek, hogy Isten emberi gondolkodással rendelkezne. Ha kinyitjuk a Bibliát, és az Ószövetségbe beolvasunk, vagy az Új Szövetséget is, ha megnézzük, nagyon sok helyen számunkra elfogadhatatlan, emberi gondolkodással, elfogadhatatlan dolgokkal találkozunk, és nem értjük elsőre, hogy Isten miért akarja tőlünk, hogy gyűlöljön meg bennünket a világ például. Vagy hogy Isten miért akarja az emberiséget, annak egy részét, aki nem engedelmes neki, miért akarja elpusztítani. Mert az Ószövetségben ugye tele van ilyennel, és nekem is volt olyan ezoterikus, spirituális oktató, avatara, aki az Ószövetség istenét gonosz istennek mondja. És bevallottan gnosztikus nézeteket vall, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a kígyó, aki a bűnbeesésért felelős, aki Évát csábította, az tulajdonképpen nem egy rossz, nem egy gonosz erő. Tehát ő nyíltan tanítja, nyíltan a sátánizmust tanítja az embereknek ez a nő. És az emberek vevők erre, meghallgatják nyitott elmével, és elfogadják. Mert valóban, milyen Isten lehet az, aki az ember elől a tudást elzárja, akkor ez egy gonosz Isten. Tulajdonképpen egyenes úton van az ilyen ember, aki ezt elfogadja a luciferi imádatba. Már benne is van, de egyre tudatosabbá válik, és elfordul Istentől. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az ember észbe kapjon, megálljon, elgondolkodjon, és forduljon vissza erről az útról. Ugyanis Isten minden tudó, minden ható és mindenütt jelen való teremtőnk, az a mi atyánk a legjobbat akarja nekünk. És ez a korszak hamarosan le fog zárulni, és vége lesz a játéknak, ennek a színháznak, ami itt van. Vége lesz a testnek is, mert test és vér nem örökli az ő országát. Az az ember, aki a test szolgálatában, a testi dolgoknak engedelmességben él, az Isten ellenségének a törvényvilágában, neki való engedelmességben éli az életét. Isten azt akarja, hogy ezeket adjuk föl,
mert hamarosan össze lesz döntve ez a rendszer, a sátánnak ez a hazug rendszere. És mindaz az ember, aki benne marad ezekben a tévtanokban, vagy akár csak a testiségben, a világ szeretetében, aki erre a mulandó világra építkezik, ebbe veti a reménységét, és azt gondolja, hogy itt megveti a lábát, gyökerekt ver, és itt boldog lehet, és egészséges, és tökéletes, az az ember is, aki ebben megmarad, az el fog pusztulni. Mert az ember az egy bukott lény. És minél több dolgot fogadunk el a sátántól ebben a fizikai testben és ebben a fizikai világban, gondolok itt ilyenre, hogy szépség, vagy sikerek, gazdagság, család, biztonság, gondtalanság, egészség, főleg az egészség nagyon, nagyon fontos a legtöbb embernek, hogyha ezeket elfogadjuk, akkor ezért az árat meg kell fizetni. És az örökké fog tartani. A kárhozatra gondolok itt. Mert aki nem fogadja el azt, hogy a megváltó már bennünket megváltott a sátán hatalmától, és aki továbbra is elfogadja a káprázatot és a hazugságot, mert az a könnyebb, az a szélesebb út számára, aki ezt továbbra is elfogadja, már nem lesz még egy megváltó ide küldve, hogy újra tisztázva legyenek a dolgok, és ki legyen fizetve a mi adósságunk az ördögnek. Nem lesz már ilyen, ezt már nekünk kell kifizetnünk, hogyha továbbra is ezt folytatjuk. Ezért nagyon fontos azt tudni, hogy a megváltó Krisztus áldozata olyan értelemben nem minden emberre érvényes, tehát nem minden emberre érvényes, csak azokra az emberekre, akik az ő példáját követik innentől kezdve, hogy felismerték ezt, amit most mondok. Minden emberre érvényes lehet az ő áldozata, és az ő ittléte, és az ő megváltása minden egyes emberre érvényes lehet, és természetesen az lenne a legjobb, ha minden egyes ember ezt úgy elfogadná, hogy nem csak elméjében, hogy hisz benne, hogy ez így volt, mert ez kevés, hanem hogy e szerint is élne. De ahhoz, hogy e szerint éljünk, hogy a megváltó példáját követni tudjuk, ehhez nekünk meg kell ismernünk azt, hogy ő hogyan élt, mit mondott, mit tanított. Illetve nem is ő, hanem rajta keresztül atyánk. Mert ez is le van írva, ezt is megmondta, hogy ő nem a saját akaratát cselekszi soha. Mindig az atyának az akaratában volt Krisztus. Csak arra érvényes tehát az ő megváltása, aki felismerve ezt az igazságot, arra törekszik minden napon, hogy az ő példájához minél közelebb legyen, és a Teremtő Atyának az akaratát megismerje, és azt a saját életében érvényesítse, a cselekedeteiben, a gondolataiban, az érzéseiben. Nagyon fontos ez. Ezt nevezik keskeny útnak, keskeny ösvénynek. Hogyha valaki elhiszi azt, hogy itt járt a megváltó, és őt az atyán küldte be, az ő fiát, hogy megváltson a sátántól, ez az elhívés, ez még kevés. Az, hogy elhisszük, ez semmi. Hiszen az ördög is elhiszi mindezt, hiszen nem is csak elhiszi, tudja, hogy ez így volt, de mégis Isten akaratának a legnagyobb ellenségéről beszélünk. Tehát több adósságot nem kell, nem szabad fölhalmoznunk, mert azt már nekünk kell kifizetnünk. És nagyon fontos, hogy Istenhez fordulva bocsánatot kérjünk tőle az összes eddig elkövetett bűnünkért, és kérjük az ő segítségét, és törekedjünk arra minden nap, hogy az igéből megismerjük az ő akaratát és az ő természetét, és annak engedelmeskedve neki szolgáljunk. Ne a testnek szolgáljunk, ne a világnak szolgáljunk, ne a hamis tanítóknak szolgáljunk, ne a vallásoknak, ne a politikának, ne az ezotériának, ne a családunknak, hanem arra törekedjünk, hogy az egész családunk a Teremtő Atyánk akaratában legyen, és így egy akaratban ő neki szolgáljunk. Mert minden más, hogyha a legártatlanabb dologra gondolok, például egy édesanya,
a gyermekének szolgál, ő neki dolgozik, ő érte él. De nem Isten akaratában teszi mindezt, és nem Isten akaratában neveli azt a gyermeket, akkor tulajdonképpen ezt már nevezhetjük bálványimádásnak. Mert Isten az első és az egyetlen, aki a mi elménkben és akaratunkban kell, hogy legyen. És mindent ennek kell alárendelni, az ő akaratának, mert ő az, aki jobban tudja, ő az, aki már a kezdetek kezdetén is volt, ő mindig volt. És az embert ő teremtette. Ezért tagjainkat, a testünket az ő akaratának kell átadnunk teljesen. És nem a saját magunk emberi akaratának, ami végtelenül tudatlan és bűnre hajlamos. És minél jobban megismerjük az Isten akaratát és természetét, és neki engedelmesen kezdünk élni, annál jobban elkezd tudni velünk Isten kommunikálni. De hogyha mi ezoterikus dolgokkal foglalkoztunk és meditáltunk, akkor nem tudja Isten használni azt a csatornát, amit ő teremtett belénk, a testünkbe, nem tudja használni, hogy álmokon és gondolatokon keresztül kommunikáljon velünk, és közölje az akaratát, ugyanis mi egy álmot álmodunk. Elfogadtuk a sátán káprázatát a meditációval, szép dolgokra gondolunk, és azt képzeljük, hogy az a valóság, és egy álomvilágot építgetünk magunk köré, ami maga a halál, mert ez meg fog szűnni. Csak az marad életben, csak az megy át a megpróbáltatások tüzén, az Isten haragjának a tüzén, csak az marad élő valóság, ami az Isten akaratában benne van, ami Istenben van. Csak az megy be az ő országába. Ezért minden, ami nem tőle való, azt minél hamarabb írtsuk ki az életünkből. Az ezotériában, spiritualitásban nagyon fontos dolog a meditáció, a képzelet. És azt mondják ezek a tanítók, hogy amikor meditálunk, az valójában nem képzelgés, hanem az a valóságban is megtörténik. És minél többet gyakorolja valaki ezeket a meditációkat, álmodozásokat, káprázatos képeket, fénylényeket képzel el, akkor annál jobban bezárul az ő álomvilágába, és azt képzeli, hogy az a valóság. Ennek a vége akár elmezavar is lehet. Láttam már ilyet. És azt veszem észre, hogy azok az emberek, akiket korábban, sok évvel ezelőtt megismertem, és tovább járják ezt a spirituális, halálos álomutat, ezek az emberek, ha megnézem őket, akkor azt látom, hogy romlásba mennek. Látszik rajtuk, hogy nem boldogabbak, nem szebbek, nem egészségesebbek lettek, hanem egyenesen a betegségbe és az elmezavarba menetelnek. Ezt saját magamon is tapasztaltam korábban. És nem értettem, hogy lehet az, hogy én csak a szellemi dolgokkal foglalkozom, és mindent megteszek, hogy jó legyek. És valamiért mégis egyre inkább, egyre rosszabbul vagyok. És rémálmaim vannak. Nem értettem, hogy miért van ez így. Azért volt így, mert én is ebben a halálos álomban aludtam. És elfogadtam azokat a tanításokat, azokat a hazugságokat, amik káprázatok. Ez nem valóság egyáltalán, mert ezt valójában sátánisták találták ki. És a sátánt imádtatják velünk úgy, hogy nem tudjuk azt, hogy mit teszünk. Mert amit az elején is mondtam, ez a gondoskodó kéz, ez a civilizáció, ez a bőség ígérete, ez a lehetséges siker, az önmegvalósítás, ezek mind-mind a sátán hazugságai. És aki ebben benne van, az azt képzeli, hogy az Isten. Ennek a világnak valóban a sátán az ura, ennek a fizikai földi világnak, a Teremtő Isten gondoskodása itt van mindenhol persze, mert persze Isten mindenütt jelen való, minden tudó atyánk, ő jelen van ebben a világban, az ő megtartása és gondviselése. Még addig, amíg ez a világ létezik, addig bármikor odafordulhatunk, megvan a lehetőségünk. De amikor már meghaltunk, már nem lesz meg a lehetőség.
akkor már nem tudunk sajnos változtatni. Amit ők tanítanak nekünk, hogy valósítsd meg önmagadat, legyél az, aki vagy, kövesd az álmaidat, valósítsd meg az álmaidat, ezt harsogják. Nekem már korábban föltűnt, hogy ez nem csak a spirituális tanfolyamokon van így, hanem ha például bekapcsolom a tévét, a reggeli gagyi műsorokban szintén ugyanerről beszélnek. Vagy ha kinyitom a nőklapját, mert bizonyos családtagjaim által megismertem ilyen újságot én is, én sose vennék ilyet, vagy kinyitok egyéb ilyen bulvár újságokat, akkor ezek is ugyanezt mondják nekem, sőt, hogyha a televízió reklámokat figyelem, akkor egyre inkább, szinte már mindegyikben ott van ez az ezoterikus világkép, ez a nézet. Hogy valósítsd meg magadat, hogy te Isten vagy. És egyenesen nem átalják azt mondani, hogy Isten benned van. Hogy én bennem is ott van, meg te benned is. És hogy mi mind Isten vagyunk. Vagy még durvább, mind Istenek vagyunk. Ez már tényleg teljesen egy kifordított gondolkodás. Itt már elmondhatod, hogyha te azt képzeled, hogy te benned Isten ott van, hogy te az Isten ellenségének vagy az engedelmes szolgája. Hogy lehetne bennünk Isten? Isten fizikai testben nincsen jelen ebben a világban, mert ez a világ egy olyan végítélet előtt álló, bűnökkel teli, elkorcsosult világ, és a mi testünk is egy olyan torzult, a bűnök gyakorlása és az emberi hibák elburjánzása által egy olyan elkorcsosult testben élünk, hogy itt ebben a Teremtő Isten, aki maga tökéletesség, egyszerűen nem lehet benne. Soha. Ezt a nézetet soha nem fogadtam el. Nagyon meglepődtem, amikor hallottam másoktól, és nem csak az ezotériában mondják ezt, hogy Isten benne van a testünkben. Különféle vallási gyülekezetekben is ezt mondják. Azt képzelik, hogy a levegővétellel, különböző beteges technikákkal behívhatják Istent a testükbe. Úgy hívják ezt, hogy Szentlélekkel való betöltekezés. Döbbenettel hallottam ezt. Még a Bibliában is olvashatjuk, és ez a kedvenc, amit föl szoktak hozni, hogy ez a bizonyíték, hogy Isten bennünk van, hogy azt mondják, hogy Isten, hogy a te tested a Szentléleknek, az Istennek a temploma. És rengetegszer én is hallottam ezt különféle tanfolyamokon is, meditációkban, hogy a tested a léleknek, meg Istennek a temploma. De hát ez egy biblia hamisításon alapul, mert ez félre lett fordítva, gondolom, szándékosan. Mert itt nem az ember fizikai testére gondolnak a Bibliában, hogy az az Istennek a temploma, hanem az úgynevezett Krisztus testére, ami az emberek közössége, mégpedig azoknak az embereknek a testvéri közössége, akik a megváltó Krisztus példáját követik, akik elhagyták a babiloni ördögi tanokat, akik elhagyták a testnek és a világnak való élést, és akik a Krisztusnak, és rajta keresztül az Atyának az engedelmes szolgái. Tehát ezeknek az embereknek a közössége a Krisztusnak a teste, és közöttük lakozik a Szentlélek, vagyis Isten. Hogyha ők megőrzik magukat ezektől a babiloni tanoktól, és a tisztátalanságtól, a testi dolgoktól és a világtól, akkor. De ez nem az emberek egyenkénti fizikai testére gondol ez a szöveg. Van olyan nagyon merész Isten ellenességben már igen előre haladott állapotban lévő ezoterikus ember, aki nem átalja azt mondani magáról, hogy ő médium, de még tovább megy, és azt mondja, hogy ő a Teremtőt hívja be a testébe, vagy az aurájába, és a lényeg az, hogy a Teremtő Istennek, a médiumának mondja magát. Van ilyen ember. Korábban ő egy Krion nevű lénynek a médiuma volt.
közvetítette Jézust, meg Szűz Máriát is, de pár évvel ezelőtt, amikor én még utoljára találkoztam ezzel az emberrel, hogy hallottam a dolgairól, akkor ő ott tartott, hogy ő már nem Kriónnak a médiuma, hanem már egyenesen a Teremtő Isten beszél rajta keresztül. És ez a médium, ez azt vallja, hogy mi mindannyian lehetünk médiumok. Bárki lehet médium. És elindított egy tömeges médium képzést. És rengetegen, teljesen átlag emberek közül arra adták a fejüket, hogy ők médiumok lesznek. És különféle üzeneteket hoznak le a szellemvilágból. És ez is azt a tendenciát mutatja, amit látok, és megrémiszt, hogy mennyire elharapozott ez az egész sátáni gondolkodás, hogy szinte már nem is lehet körvonalazni azt, hogy mennyire benne van az emberek tudatában és a civilizált világban is. Bárhova nézek, ezt látom. Ez maga Babilon. Ez maga az okkultizmus, és teljes okkultizmusban van az egész világ. És minél inkább benne lesz a köztudatban, és minél alacsonyabb szintekre is lejön, tehát már akár a gyerekek is ezt gyakorolják szinte, annál kevésbé lehet megragadni a gyökerénél, és kirántani ezt az egészet. Annál kevésbé lehet segíteni az embereken, minél jobban elharapózik. Ez tulajdonképpen engem egy ilyen rákos daganatra emlékeztet, aminek áttétei lesznek és vannak, és már nem igazából lehet lokalizálni a helyét, és nem lehet kimetszeni ezt a daganatot, hanem eluralja az egész testet. Itt már mindenki számára elérhetőek a különféle ezoterikus módszerek, tanítások, aura, csakrák, gyógyítások, számmisztika, ezeket már bárki megismerheti. Már bármelyik panellakásban lehetünk spirituális tanítók, tanítónők, bárhol, oszthatjuk az észt, hogy hogyan kell az életedet jobbá tenni, hogyan gyógyuljál meg, hogyan legyél egészséges, hogyha hiszel magadban. Van ez a bibliai idézet, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, mégpedig azt is megmondom, hogy ez hol van, Márk 9:23-24. Igen, én ezt úgy tudnám folytatni, minden lehetséges annak, aki hisz önmagában. Ez a sok ostoba szlogent már mindenfelől harsogják. Ezek olyan elmeprogramok, amelyek beépülnek a köztudatba és a közgondolkodásba, és egyre nehezebb őket tetten érni. Itt már nem is biztos, hogy ezotériáról kellene beszélnem, mert ezek már nem tanok, ezek már az átlag embernek az átlag gondolkodásává váltak. Mert az emberek annyira kiégtek, és annyira csalódnak már ezekben a fizikai dolgokban, hogy természetes dolog, hogy vágynak valami isteni, valami láthatatlan, valami transzcendens után. És ezt tálcán kínálja nekik a sátán ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a hiedelmekkel, ezekkel a tanokkal. És hozzá azt is mondja, hogy te szép lehetsz, mert te is Isten vagy. És mindenki szép akar lenni, mindenki boldog akar lenni, mindenki egészséges, és mindenki szeretetteljes családban szeretne élni. Az ember ilyen, erre vágyik. És nagyon sokan elfeledkeznek arról, hogy ez a világ nem arra van. Tehát most nem azért vagyunk itt a Földön, hogy boldogok legyünk. Elfeledkeztek erről, és ezért fogadják el öntudatlanul is ezeket a tanokat, ezeket a gondolatokat. Hogy elég csak emelni a rezgésedet. Senki nem érti igazából, mi az, hogy emelni a rezgésedet. Elég csak emelni a rezgés szintedet, harsogják. És akkor te egy magasabb rendű lény lehetsz, egy emelkedettebb spirituális lény. És ugyanezt mondják a vallásokban is. Már oda is behozzák ezeket a nagy élményeket, spirituális élményeket, bizonyítékokat. És az lesz ennek az egésznek a vége, hogy mindenkit egy akaratba hoznak, aki még mindig nem ébredt rá az Isten igazságára, azokat az embereket, a társadalmat, az országokat, a vallásokat egy akaratba fogják hozni. És ez az egy közös akarat Lucifernek, Isten ellenségének az akarata. És szeretnék majd létrehozni az úgynevezett új világrendet. Erről biztosan már sokan hallottatok, hogy ez micsoda. Tehát, hogyha továbbra is ezen az ösvényen haladsz előre,
akkor előbb vagy utóbb azzal fogod szembe találni magad, hogy el kell fogadnod, és polgárává kell, hogy váljál ennek a szép új világnak. És aki ezeket elfogadja, és aki a szép új világot elfogadja, mert azt gondolja, hogy na végre itt van, boldogok lehetünk, megszűnik a szenvedés. Akik ezt gondolják, azok majd azokat az embereket, akik ez ellen, az új világrend ellen beszélnek, ezeket gonosznak fogják látni, és esetleg ezeket elkezdik majd üldözni. Azt fogják mondani, hogy ezek az emberek gonoszak. Tehát egy teljesen kifordított gondolkodásba érkeznek meg, és hogyha valaki nem gondolja át ezeket, akkor véglegesen elzárta magát attól, hogy Istenhez kerüljön, az egy igaz való teremtő Istenhez. Mert engedte, hogy a sátán kifordítsa őt önmagából ezekkel a tanokkal. És itt tulajdonképpen már bizonyítékot is nyert az, hogy miért van az, hogy fontos betartani, hogy ne engedjünk a különféle könnyebbségeknek, hogy miért a keskeny utat járjuk, mert a széles út a halálba visz. Ha a széles, kényelmes utat, a könnyebbséget járjuk, ami a testnek a könnyebbsége, a biztonság, a nyugalom, ez az álságos, hazug nyugalom, nem az Istentől jövő nyugalom, hogyha ezeket elfogadjuk, akkor a halálba megyünk. És itt értelmet nyer a Biblia is, hogy miért kell a szerénységet, az alázatosságot, a hosszú tűrést választani, és miért kell az ellenségeimnek is megbocsátani, miért kell őértük is imádkozni akár Istenhez, és miért kell sokszor sanyargatni akár magunkat lemondásokkal, de itt persze nem önkínzásra gondolok. És itt értelmet nyer az, hogy miért kell azt gyakorolnunk, hogy a rosszra soha ne válaszoljunk rosszal, mert így állunk ellen ennek a világnak, a sodrásának. Mert ez egy ilyen sodró folyam. Így nyer bizonyítékot, hogy Isten akarata nem egyezik a mai ember akaratával. Mert jelenleg az emberek többsége legalábbis Istennek hátat fordítva él, és erről nem is tud. Ezért lehet az, hogy annyira idegennek érzi az egészet, hogy ha kinyitja a Bibliát, akkor nem érti, hogy amikor ilyeneket írnak, hogy a világ szemetévé váltunk például, meg hogy Jézus a kicsinyekért, a megvetettekért jött el, hiszen senki nem akar a világ megvetettje lenni. És itt olyan kényelmes, olyan könnyű elfogadni ezt a sott jót. Miért legyek én a világ megvetettje? Hiszen azt akarom, hogy mindenki szeressen engem. Pont, hogy ellenkezőleg az én akaratom, amikor az átlagember helyébe képzelem most magam, az átlagember akarata pontosan az, hogy népszerű legyen, hogy szeressék, hogy soha ki ne gúnyolják, hogy ne köpjék le. Ez a cél. És ennek érdekében mindent megtesz a legtöbb ember. Mert talán a legnagyobb félelmünk az, hogy mindenki más elfordul tőlünk. De hogyha ezt átgondolod, amiket most eddig elmondtam, akkor rájössz arra, hogy akár még ezt is vállalni kell, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez menetrendszerűen bekövetkezik, hogyha valaki tényleg szakítani szeretne az ördög hittetéseivel és káprázatával, és nem fogad el tőle semmit, akkor törvényszerűen be kell, hogy következzen, hogy a világ meggyűlöl bennünket. De ez nem azt jelenti, hogy itt bármi gonoszságról lenne szó. Mert a világ az, ami gonosz és önző, és a benne lévő emberek, akik a végtelen önzés és hiúság szellemiségének hódolnak.